Ferítél az az, ahol a barátság és egy 20 méter átmérőjű tűzgolyó nevében megbüntetlek. De nem öllek meg, mert ezt az animét családbarátnak akarjuk tartani, hogy az egész família ugyanúgy tudja élvezni. A Ferritél mangáját Masima híró 2006-ban kezdte elírni, és 2017-ben fejezte be. Az animét pedig az A1 Pictures és a State Light készítette, ami 2009-től kisebb szünetekkel napjainkig megy. A felritél a felritél nevű mágos székről szól, aminek tagjai a barátság és az összetartás erejével megmentik a világot. Igen, ez a barátság ereje sokszor lesz megemlítve. A felritél világában vannak mágusok, akik a lakosság 10%-át teszik ki. Ők azért különlegesek, mert ők tudnak mágiát használni. Pont úgy, mint az első főbb szereplő, akivel találkozunk, Lucy Hartfilia. Ő egy kisebb galivába keveredik egy városba, de összefut Happyvel és Natsuval, akik segítenek bekerülni álmai mágus céhébe, a Ferry ahol csak úgy, mint egy kis gal a faluba, mindig verekednek. Találkozunk még Natsu riválisával is, Gréjel, akinek az az egyik személyiség hogy mindig levetkőzik. Ami 2000-gyére is jön olyan vicces, mint amikor elsőnek látjuk. Vagyis legalább az író ezt gondolja, mert akkor miért rakná be ezt a kis poént 2000-szer az animébe? Később bemutatják Erzát is. Így együtt a kvartett és Happy a felrítélnek kitőzött küldetéseket teljesítik, vagy megmentik a világot a barátságukkal. Mert gondolom, amikor éppen nem ölik egymást, akkor szólnak egymáshoz pár szép szót, ami miatt valami kötelék alakul ki, vagy nem tudom. Kezdjük Natsu-val! Nacu hülye, forrófejű, és megtesz mindent a barátaiért, de szerintem az utóbbit minden egyes pozitív karakterhez hozzáírhatunk. Nacu egy sárkány nevelt fel, akit Ignélnek hívnak. Érted, mert egy tűzsárkány, és Ignél a neve. Ignél megtanította Nacu a sárkányölő mágiára, ami jó mindenre, kivéve arra, hogy sárkányt öljön vele. Gray, Natsu ellentéte. Szerintem a készítő alábecsült az olvasók intelligenciáját, ezért, hogy mindenki érts, hogy Gray Natsu riválisa, Grey jégmágussá tette. Lucy a tipikus shonen haszna vehetetlen női klissé, aki csak azért létezik, hogy meg kelljen menteni, és néha csináljon valamit, amiért nem lehet teljesen haszontalannak tekinteni. Happy is csak azért létezik, hogy a felítél kabalája legyen. Erza egy erős harcos, akinek van egy lágyabb oldala. De rajtuk kívül még van rengeteg karakter. És ezzel azt értem, hogy Rengeteg. Nos, ennyi karaktert elég nehéz lenne rendesen kidolgozni, úgyhogy az író azt csinálta, hogy mindegyik karakternek adott egy, kettő, vagy ha nagyon szerencsés az illető, akkor három személyiségjegyet. Például ott van Juvia, aki szereti Grét, és ennyi a karaktere. Vagy Elfman, aki kívülről férfiasnak akar tűnni, de belül meg nagyon is érzékeny. Ő nem igazán csinál olyan sok mindent azon kívül, hogy elvetes szólt. Haire! Szóval az elhunt kis hugával Lisánával kínozza, mert igen, a földelemhez egyértelműen a mentális manipulációt társítom. De Lissanna valójában nem is halt meg, mert ha a felrítél tagja vagy, akkor nem halhatsz meg. Lissannának amúgy az a személyiség egye, hogy neki nincsen. De a felrítél egy újabb sárkányölővel gazdagodott Gajillal, akinek a sárkányának az a neve, hogy Metallicana. Milyen menő, hogy egyetlen szótag választja el őket a bíróságtól. Gondolom Metallicana riválisát úgy hívták, hogy Megadetha. De Gágyi, nem csak adó teljesít, mint sárkányölő, de mint zenész is. Oké, a klipet felirat nélkül nem tudom megmutatni, mert a Crunchyroll egy szar, hanem kölcsönkelt velem ezt a kis jelenetet YouTube-ról vagy Inda videóról, tök mindegy, ahol jobb minőségű. Best Sokan mondják, hogy a felrétél egy diétásabb Naruto, de nézzük meg, hogy ez az állítás mennyire is pontos. Szóval, a főszereplő egy különleges hajszínű fiú, egy szomorú háttértörténettel, aki egy fekete hajú gyerek riválisa, akinek szintén van egy szomorú háttértörténete. De a főszereplő és a rivális a legjobb barátok, pedig egymás ellentétei és az anime 80%-á alatt ölik egymást. A főszereplő egy idióta kivéve akkor, amikor harcról van szó, és a barátait fontosabbnak tartja mindennél. A fekete hajú csávó elhagyja azt a helyet, ahol úgy élnek meg az emberek, hogy küldetéseket teljesítenek, amiket civilek adnak fel. A civilek azért civilek, mert nem tudnak mágiát per csakrát használni. A rivális csatlakozik egy gonosz szervezethez, de előtte kap egy rossz fiútól egy olyan erőt, ami igaz, hogy felerősíti, de óriási kockázattal jár az használni. Ja, és fekete jelek jelennek meg a használó testén, miközben használja. Ja, és ott van az a lány, aki sokáig haszontalan, de egy rövid időugrás után felerősödik, és akkor már hasznos lesz. Ja, és mindenkinek van egy szomorú története. Mondjuk, ha egy dologért meg kell dicsérnem a felrítélt, akkor az azt, hogy sokkal jobban használja fel a karaktereket, mint a Naruto. Nem azt mondom, hogy jobbak a karakterek, mert nem, de legalább a főbb karaktereknek annak szereplési időt, és nincs az, mint a naruto hogy oké, okay, Rokli, ügyes voltál Gára és Kimimaró ellen, de most vissza a dobozba a Shippuden végéig. Igaz, hogy a gonosz tevők olyan sablonosak, mint a sablonok sablonjai, de legalább sok van belőlük, úgyhogy mindenki el tud verni egyet. A kapitányt úgyis Natsu fogja elvenni, az első tízze pedig Ray vagy Erzo, de legalább nem csak a polcon porosodnak a szereplők. De azért van egy óriási panaszom a Ferítél karaktereihez kötve. Soha nem hal meg senki. Ő ez nem ide tartozik, de még nem is véreznek az emberek. Legalább 200 rész kell végigülni, hogy egy csepp vért is lássunk. Szóval a karakterek halála azért fontos egy történetben, hogy tudjuk, hogy veszélybe vannak. Hiába mondják, hogy ó jaj ne, életveszély, de sosem történik velük semmi, csak pár vonal lesz a testükön. Amikor Ultir feláldozza a hátralévő idejét, hogy visszatekerje az időt, akkor nagyon sok vonal jelent meg rajta. Igaz, hogyha a felrítél 18 pluszos lenne? Nem így értettem, akkor a bőr is leégett volna róla, de nem. Vonalak. Azután igaz, hogy az összes hátralévő idejét feláldozta, de nem halt meg, mert komált a felrítéllel. Hé, hey, nézzétek ezt a karaktert! Szőke, meg tudja állítani az időt, valahogy köze van az Istenhez, és úgy írja le az általa megállított időt, hogy az én világom. Hmm, na ő valahonnan nagyon ismerős. Mint a többi hosszan futó shonen, a felrétél történetszálakra van felosztva. Viszont, amit írdatlan géniusz módon csinál a Ferítél, az az, hogy minden egyes történetszál jobb, mint az előző, de persze vannak kivételek. Ez mondjuk nem hiszem, hogy szándékos volt, de ki tudja. Ezáltal az író azt érte el, hogy hát ez a történet elég középszerű volt, na adok neki még egy esélyt. Ezek a részek jobbak voltak, úgyhogy folytatom. És ez így folytatódik, amíg végig nem nézi az ember az animét. A fairy írdatlan kevés filler van. Általában a hosszú minimum 40%-a filler, de a fairy csupán 20%-a az. Sosem magyarázzák el, hogy működnek pontosan a varázslatok a felítélben, de én ezt szültem le. Szóval, vannak olyanok, amiket meg lehet tanulni, de vannak olyanok, amikhez születni kell. Annyira imádom, hogy vannak olyan varázslatok, aminek ilyen baromi nagy nagyzolós nevük van, hogy TÜSSÁKÁNY VASÖK LE! VASSÁKÁNY DÉMONI lándzsája! De erre ott van ez a szerencsétlen... PISZTOLY! He, ez elég gyenge volt kisapám. most Mária ezek! Ó, oh, van egy kis problémám. Na meg ott van ő, aki vírusokat tud létrehozni és belerakni az emberekbe. Új gonosz tevő ötlet. Egy olyan mágus, aki mentális betegségeket tudna az emberekre rárakni. Add fel gonosz tevő. A felritél egyesült ereje és kötelék ellen úgy sem tud csinálni semmit. De, tudok, azt hiszem. Vagy ne legyen a nevem, am. Um... Arizna, igen, ez a nevem, ja. Nem érdekel, mit mondasz, Arizna, a barátságunk el nem tudsz csinálni semmit. Valami ilyesmit mondtál már egyszer, de mindegy, am. Um... Jó, akkor neked legyen diszociatív személyiséget, te és skizofrén, neked meg legyen figyelemzavarod. Cső, Józsi vagyok. Igen, Lucy, itt vagyunk mindannyian. Mindannyian az egyetlen személyiség jegyünkkel. Akkor támadjuk meg és őzzük ki a gonosz Magnólia területéről! Ebben a világban nem létezik jó vagy gonosz. Minden dolgot az emberek azt szerint bírálnak, hogy nekik mennyit ártott vagy segített valami. Mindenki a saját ideájait tartja fontosnak, és ha valaki egy másikat tart fontosabbnak, vagy azt szerint él, akkor abból konfliktus lesz. Például egy katona lehet az egyik nemzetnek a hőse, a másiknak pedig a sátán megtestesülése. Nem tudom mi volt ez, de nem tetszett. Taurus, támad meg! Igen, most vág, nem apád! Igen, most vág, nem apád! Nacu! Nacu, segíts már! Lucy! Um, Lucy, Natsu ott van. <laughs> Kocsák, ú, egy náccál! ú, még egy nátszál. Natsu, te szerencsétlen, ott van a csávú, 50 pippi! Hé, hey, gay. a Jovi teste vízből van. Akkor a születésekről, hogy tudta az anyja, hogy mikor folyt a magzatvíz, és mikor született meg Juvia? Na, szóval így lehet valakit egy perc alatt megutálni. Ja, és cukorbeteg is vagyok, úgyhogy búcsúzz el az édességektől. Azt meg hogy? Nacu, koncentrálj rám! Koncentrálj gréjre, Koncentrálj a barátságunkra! Gyerünk, Nacu! Meg tudod csinálni! Ignil? Igen, Nacu. Én vagyok az apád, Ignil. Igen, azt én is tudtam figyelj rám, Nacu! Nem azért tettelek sárkányölővé, hogy egy mágusz legyőzzön téged, hanem azért, hogy... Am... Koncentrálj a barátaidra, Nacu, ők majd segítenek leverni a figyelemzavart. Igen, most már mindent értek! A barátaim miatt vagyok most itt. Csak miatt tud tudok most létezni. Készülj fel ellenséges mágus! Ah, érzem, hogy minden egyes porcikámban tombol az égető pokol! Ah! Na hát az hát ez lehetett volna rosszabb is. Ah. Ja, végre! Újra tudok fókuszálni a dolgokra! Na menjetek barátaim! Ne hagyjatok itt! Ne aggódj, Lucy! Mi mindig veled leszünk! Ja, tényleg! Oké, okay, van egy óriási panaszom a fairy A humor. Amikor két éve láttam a felrítélt, mert igen, megnéztem kétszer, akkor azt hittem, hogy baromi vicces, de amikor pár hónapja újra néztem, eléggé csalódtam. Észrevettem, hogy ezáltal az általam anime humornak elnevezett jelenség igenis sokszor dugja fel a fejét. Az anime humor az az, amikor minden egyes dolgot túlreagálnak, hogy biztos, hogy észreved. Mindig a pofátba nyomják azt, hogy nézd mi van a képernyődön. Egyetlen pillanat volt, amikor tényleg nagyon nevettem, de azt a poén nagyon jól megcsinálta a készítő. Ja és egy kicsit túl sok ismétlődő vicc van, ami egyáltalán nem vicces. Emlékeztek, amikor a Ruby kritikámban azt mondtam, hogy az a kedvenc soundtrack -en? Meggondoltam magam. A Tale soundtrackje elsöpri a Ruby OST-jét. A Fairytale betét dala. Azok a zenék, amik a harcok alatt játszódnak. Mind baromi jó. Nos, a sok elmondott negatív dolog alapján azt hihetitek, hogy nem szeretem a felítélt, de ez nem igaz. Én imádom a felítélt. Igaz, hogy olyan alap nem, hogy az már fáj, és nem is nagyon próbálkozik ma sima az évtized mélyévé tenni, de egy valamit nagyon eltalált az író. A felítél baromi szórakoztató. Tényleg, ez egy olyan anime, aminél le tudsz ülni, és élvezni tudod egy redva nagy mosolyjal az arcodon.